Magának is? De jó is az! Ez már igaz! Nem szégyelik magukat! Itt! A gyerekek előtt! Jó van, jó van, nekem a rajmat! Csúfraszi! Ez a rendje! Festek fingyöldeket! Szabadj! Ne húzd az időt! Keresd a szabadt! Hercegnőt! Nem adhatok más, csak mi lényegem? Jegyezd meg jól, de ne csüggesd soha! Remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó, nagy versenyfutás. Új, de gyönyörű! Melyik operetben van? És miért kiabál? Nem vagyok siker. Helyes kislány. Tudom, ismerem. De vajon mit szól hozzá, Hermionéla? Hazája nem volt, csak császára. Adj nekem erőt, Istenem! Az ő akaratát legyőző erőt. Az Úr is te hozta. A fiamért jöttem. Hazaviszem. Hele megyünk! Értem, jött anya. Érted és a huszárjaidért. Tanuld meg, fiam, a közkatonáitól a jelszót. Nyergelj, fordulj! Előről kezdheted az egész életed. És hogyha befogad a film szakma, még sztár is lehetsz. Még NDK-ba is elhívnak. Ott aztán beülsz egy francia vagy olasz kocsiba. Válts elvtárs, úriemberre, vált elvtárs, de úriember. Ó, amit én most megtapasztaltam, az leívhatatlan szavakkal. Nem csak kellemes. Mi az, hogy kellemes? Üdítő, boldogító, mámorító. Három éjszaka is az igazgató úr túl van minimum egy sikamlós vacsorán, amit a felesége születésnapja alkalmából szervezett. Az mitől volt sikamlós? Attól, hogy a felesége nem volt ott. Nézze, Zoltán! Nézze! A kis Mihály! Anya! Ez fogol? Mi az, fiam? Nem tudsz kezet csókolni, édesapám! Valóban különös marott volt a néhai gróftól, hogy tisztartóját nevezte ki egyetlen leánya gondnokának. Úgyis hiába mondom, egy szót se hallasz belőle. Az a jó hála Istennek. Nagyon örülök, hogy ilyen jól aludtál, Zsani. Egész éjjel kínzott a kólika, de hogy aludtam jól. Az Isten tartsa meg. És mi szépet álmodtál? Zsani! Megpofosztál? Az előbb megpofosztál, Nini? Megérdemelte. Ez jó lesz? Ez mi ez? Smoking. Én tudom, hogy maguk Tunéziával foglalkoznak, de ha lehet, segítsen nekem, drága Nelly. Augusztus közepéig minden szobánk foglal. Ma meg különösen, mert születésnapi buli van. Bárhogy így téged elnézlek, inkább a balettal kellene foglalkozzál. Erősíts egy kicsit, aztán egy pár hónap múlva gyere vissza. Egyelőre nem a kutyákból élünk, hanem abból, hogy ide telefonálnak, és nekem szerepet ajánlanak föl. Meglátogatlak, ha akarod. Jó? Hát nézd, hát ez nem Amerika. Istenem, de van olyan messze, mint Amerika, hidd el nekem. Apropó, kedvesem. Mikor utazik Párizsba? Mihály is oda készül, és én is elmennék pár hétre megcsinálni a karácsonyi bevásárlást. Tudod, a férjem barátnői, az én barátnőim is. Tudod, gyakran hetekig nem látjuk egymást, aztán amikor újból találkozunk, szinte újjászületik a kapcsolatunk. Egy valamit nem értek, tisztelendő úr. Hogy értesül mindenről a névtelen úr, ha sem ő, sem a cselédei nem érintkeznek a népben? Egyszer láttam már ön színpadon. Táncolt, ugye? Igen, gyakran és szívesen táncolok. Szerencsés vagyok, kitűnő tánctanárom volt. Nagyon karakteres feje van. Szívesen megmintáznám. Ez valami csodálatos adottság lehet. Alkotni, teremteni, és megtalálni hozzá a tárgyat. Vagy kitalálni? Szeres engem. Szeres Gilgames. Tied legyen ölem gyümölcse. Enyém legyen ágyékod magva. Az óriást az erkélyen rajtam kívül csak egy személy látta. A magyar doktor. Abban a pillanatban, amint Meloni halálkiáltása elhangzott,
Már megjelent az ablakban. Már kigondoltam mindent. Együtt utaznánk. Ön, mint a titkárom kísérne. Igen, szabad. Inkább lennél egy hercegnőcske férje, mint egy királyné kedvese. Magának bizonyára sok kalandja volt. Nők látogatták a szállodákban. Ahogy ez már gondolom, egy fiatal diplomatánál történhet. Vigasztalódj, teher alatt nő a pálma. Kérsz még egy kis teát? Elnézését kérem, uram. Ne vegye okvetetlenkedésnek. A hölgy irataira már nincs szükség. Szerencsés utat. Megijedtem, hogy elmegy. És miért? Mert akkor vége lett volna a mai estének. Magán talán még a bugyi is külföldi, ugye? Igen, még a bugyi is. Maga minden nővel ilyen közvetlen? Csak aki tetszik nekem. Ezek szerint én tetszem magának. Hát ezek szerint igen. Fényképalbum, meg bélgyűjtemény, meg ilyen hülye duma. Mondd azt, hogy nem érdekel. Vagy ha mindenáron meg akarja mutatni, hát mondd azt, hogy hozza le. Ah, mert mindegyik gyűjt valamit. Te, hova tettük a múltkor azt a szépségpontot? Nehéz dolog hűnek lenni. Én is sokat szenvedtem, amíg eljutottam ide. A csúcsra. A hűségem csúcsára. Mesélj. Nem is tudtam, hogy férhez mentél. Ki az űrge? Tudós, régész. Szóval öreg? Nem nagyon. De azért menő, mi? Nem tudtam hazamenni. Hajnalban itt nem zavar senki. Miért keresett? Te eldobod az én fenséges szívemet? Eldobja a lelkem el az? Akkor én eleméztem magamat, és belevettem magam a világ végébe. Beleugrom a nézbe. A János vallása. Kálomista az Isten adta. Majd beszélünk a pápával. Eleget vacsorált nálunk káplán korában. Miért csúfolják magát hercegnek? Gondolja, hogy csúfolnak? Hát nem. Maga szerint ez csúfolás, hogyha magának azt mondják, hogy artista. De hát én valóban artista vagyok. Hát nem lehet mindenki artista. Köszönöm. Kandidátusi kinevezésed alkalmából gratulálok, Kara Ernő. Ki ez? Kara. Közöljük Gergely Anna arcképét. Nem csak szép, de harcias is. A király hadseregében volna a hely. Sem a seregében, sem az ágyában. Bevallom, Mátyás király volt az eszményében. Imádtam őt, azonban kiderült, aljas nőrabló. Igen. Állandóan hat. Ide figyelj, gyerekem, ezt egy ember engedhette meg magának, a Peti. Senki más. Ő neki elhittem. Neked? Kimentünk vitorlázni. Megállt a szél. Most mire vagy még kíváncsi? És példámat követni fogják az asszonyok milliói, amíg csak ember él a földön.